Tisztelt ünneplők, kispestiek! Március 15-én egyben örülünk, de kicsit szomorkásan örülünk, mert ilyenkor mindig október 6-ára is gondolunk. Március 15-én hív a haza, de október 6-án sírjaink domborulnak. Talán hungarikum, hogy bánattal hímzett ünnepeink vannak. Dicső kezdeteket követő hősies elbukások, nemzeti felemelkedések után tragikus zuhanások következnek. Az a 176 évvel ezelőtti március 15-e egy átlagos szerdai napként indult, hogy aztán a nagy változások világító tornya legyen, egy csillag, népek hajnalcsillaga, ahogy már akkor is nevezték. Magyarország 1848-ban nagykorú lett, kinőtte a középkorból itt ragadt feudalizmust, és a változások máig hatnak, máig tartanak. Kispest viszonylag közel van a Nemzeti Múzeumhoz. Valószínűleg sokan oda mentek volna Petőfit meghallgatni, aki a máig élő legenda szerint ott szavalta el a nemzeti dalt, és vele együtt esküdni a magyarok istenére, hogy rabok tovább nem leszünk. De a valóságban Petőfi csak beszédet mondott, s nem szavalt, mint ahogy akkor még Kispest sem létezett. Viszont a szabadságharcból született, hiszen részben az egykori Kossuth katonák telepedtek le sokáig önálló városunkban, és megadatott nekik, hogy végül nem kellett szolgaföldben nyugodniuk. És bár Kispest nyilván nem szerepelhetett a szabadságharc helyszínei között, lakosai őrizték a forradalom szellemiségét, aminek 1911-ben emléket is állítottak a ránk tekintő Kossuth szoborral, az ország egyik első ilyen emlékművével, amelyet már 1901 óta terveztek, és mely eredetileg egyébként a Templom téren állt volna. 1848 viharos év volt Európa szerte. Hogy Párizsban forradalom volt, az a francia történelem ismeretében nem meglepő. Az már inkább, hogy a magyar forradalomból kiemelkedő szabadságharc ezúttal árnyékba borította a franciákat, és bár a királyok tronfosztása később Párizsban és Pesten is császársággal folytatódott, a forradalom végül sok célját elérte. Tisztelt kispesti emlékezők! Nem lehet forradalomról beszélni a szabadságharc említése nélkül. A forradalom győzött, a szabadságharc elbukott, de március 15-e fénye itt maradt, emléke soha nem hunyt el. Petőfi sajnos igen eltűnt a szomorú emlékezetű segesvári csatában, Fehéregyháza közelében, miután csatatérre cserélte az íróasztalt, úgy is mondhatnánk, hogy kardra cserélte a tollat, mivel szerinte az jobban ékesíti a kart. Elesett és nyoma veszett a csata véres forgatagában, mint ezer évekkel korábban a szintén rabság ellen küzdő Spartacus. Unokáinknak nincs ugyanhol leborulniuk, de bárhol fejet hajthatunk előtte. Ha mából visszanézünk, azt gondolhatjuk, hogy március 15-én már eldőlt október 6-a sorsa. De a tegnap március 15-én még hittek a holnapban. Ez a hit olyan erős volt, hogy a Habsburg Birodalom nem bírt vele, csak nem 200 ezres, ahogy akkoriban mondták, muszka sereget hívtak segítségül, hogy megtörjék. A forradalom és szabadságharc ereje mutatja, hogy Paszkevics tábornok akkora hadat vezetett Magyarországra, amekkorát a cár még Napóleon ellen sem küldött az orosz birodalom határain túlra. Most itt állunk 2024 békés Kispestjén, március idusán tisztelgünk a forradalom hősei és eszméi előtt. Viszonylagos nyugalom honol az országban, már nem küzdünk Béccsel, de nem felejthetjük el, hogy Európa nem csendes újra, nem zúgta el forradalmait, hiába szólt egykor így a dal. Európában ma ismét a szabadságért harcolnak a szomszédunkban, ráadásul az egyik fél ismerős szereplő
az 1848-49-es történelemből. Tisztelt kispesti ünneplők! Az a szerdai március 15-e 1848-ban kijelölt egy utat. A modern Magyarországhoz vezető, hosszú, kanyargós és gyakran göröngyös utat, amelyről néha letévedt az ország, de szerencsére visszatérhetett. Mert amikor nem azon az úton jártunk, mindig rosszul jártunk. Tartsuk hát együtt Magyarországot és Kispestet is ezen a kijelölt úton. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!